Üdv mindenkinek, Scuderia vagyok innen a Stardew Valley-ből. Folytatom a kis megkezdett játékomat. Itt van az ismerkedős questem, meg még valami. Aha. Hát ezt még nem tudom megoldani, de öntözni azt tudok viszont. Most keltem föl egyébként, úgyhogy még ez hátra van, hogy itt rendbe rakjam a kertemet. Aztán valami program után nézek, hogy mit tegyek. Jó, oké. Ez megvan, megmerítem a kannát, hogy ne reggel kelljen ezzel foglalkoznom. Az mi? Nem kaszálós. Hát mi az, csákányos dolog? Aha, az kő. Jó. Legalább itt elférünk jól a... Oké, ez rendben van. Ez egy kerítés? Azt kipróbálom. Egyik néző javasolta, hogy üssem meg kaszával a kerítést, vagy karddal, de mivel kardom nincs, azért csak is a kasza jöhet számításba. De akkor lehet, hogy nem ezt a kerítést legondolt, mert itt nem történik semmi, úgyhogy majd, hogyha lesz lehetőségem craftolni kerítést, akkor meg kipróbálom. Oké, egy kicsit itt rendet rakok ezen a részen, mert nagyon kaotikus a helyzet, itt kivágom ezeket a fákat is szerintem. Oké, meg ezt is. Jó, mennyi lepke kiszállt belőle. Oké, ez jó. Kis kaszálás, mik adok a golyóbisok? Ez valami terménye lehetett a fának. Ezt a tönköt, ezt ki lehet szedni. Úgy néz ki, hogy ki lehet még azt is, szuper. Jó, ezt összeszedjük, és akkor ezt itt még eltakarítom, hogy itt rendben legyek. Oké. Ugyanis, szuper, most szép rend van a kertbe. Nem csapkodjuk szét a... Na, nyisd ki azt a postaládát valahogy. A Willy. Willy biztos ad nekem horgász tippeket. El kell hozzá mennem valahova. Aha, ez túl kemény az én kis meglévő baltámnak. Úgyhogy akkor azt nem erőltetjük még. Jó. Akkor szerintem kelljünk útra. Illetve hogyan tudok? Hogy tudok craftolni. Azt hiszem. Ez mi egyébként ez a cucc? Ezt eladom, mert pénzre mindig szükségünk van. Na nézzük, mit tudok eladni. Ezt dobjuk bele. Ezeket nem adjuk el, ez mi? Egy szén, azt megtartjuk. Ezt nem lehet eladni? De, hogy nem lehet eladni. Azt hiszem ezért pont annyit kapunk, amennyi darab van. Ez lehet, hogy nem érdemes. Jó, egyelőre ennyi. Most van szabad szlotom, elfutok a Willyhez. Szerintem ő a helyi horgász. Vagy halász, vagy micsoda, és adni fog nekem horgászbotot. Megint csak reménykedem, hogy nem túl hangos a zene, mert a fülemben nagyon hangos, hogy előbbre is raktam a fülesemet, hogy ne halljam annyira. De még így is eléggé zavaróan erős. Na nézzük ezt a térképet, hol a Willy? Az ott itt lakik biztos. Hát nem tudom, erre kell menni a Willyhez, de... Megpróbáljuk megkeresni. Itt egy híd. Na, itt a Willy. Vagy hát nem tudom, gondolom. Kilakna itt a stégen.
Ah, hogy a Willy. Na, adsz nekem botot. Igen. És akkor nekem adod a régit. Aha. Na, nekem adta, jól van. Akkor sem van horgászbotom. Oké. Jól van, Willy. Na, engedj utamra, aztán megyek horgászni. Jó, ott meg tudok venni horgász cuccot. Oké. Jó, jól van, Willy. Na. Jó van, akkor Willy hagyott utamra menni. Én megpróbálok. Benézek hozzá, nem tudom, itt mik vannak. Vagy hogy tudok-e valamit venni. Ez egy leves 250 ér. Hát leves nem veszünk. Nem veszünk levest. Jó, oké. Ezeket meg csak nézegetnem lehet, úgyhogy... Jó, akkor hazafutok, aztán még talán belefér a mai napba egy kis horgászás. Az a kötő nem megszerezhető. Jó. Ezek. Ja, itt nem lehet gyűjtögetni. Itt is van egy kis ház. Az a Willynek a kis háza lehet. Jó, ha már bejöttem a faluba. Megpróbálok emberekkel találkozni, ha még van, akivel nem találkoztam. Üres a kocsma. Csak körbe tudok vele beszélni. De véletlenül vele már találkoztam. Mi a gázzal? A kocsmárossal. Itt megyek hátra, ha enged. Nincs senki itthon. Ja, nincs senki se. Üres a kocsma, hát pedig... Ja, délután háromkor végül is még jogos. Jogos, hogy nem igen jönnek a vendégek. Ide is bemegyek, itt nem tudom ki lakik. Tök üres ez a ház is, ahogy látom. Nem, ott van, súlyzózik valaki. Nem elég jó barátom az Alex, hogy beszéljek vele, pedig jó lenne beszélni vele. Hát a gyúr. Itt valaki van. Ül a székbe, csak nem látszik. George. Jöjj a tolószékes a George, aha. Nem igen örül nekem. Megyek is. Nem tudom, ő vele számított-e. Nem erre akartam rámenni, hanem a másikra. Ja, valami volt már. Na, itt van egy lakókocsi is. Tyű, milyen tágos belül. Sehol senki. Nem látok embert, úgyhogy akkor itt nincs senki. Ezt a lenti házat is átfésülöm, hát ha van itthon valaki. Jó, körbe kell mennem. Ó, ott van valaki. Na, eszem. Új, sokan vannak. Vincent, de ővel már lehet, hogy találkoztam. Jess, vagy ki, igen. Ővel is beszélünk. Penny, jó. Penny az agymenőkből. Valaki bement ebbe a házba. Úgy láttam, aha. De ez lehet, hogy a... Louis, nem tudom, hogy Louis-t ismertem-e. Jaj. Nem, azért vannak új arcok, nem tudom, hogy ki volt az új arc, de... Lehet, hogy Louis is egy új arc volt. Itt is valaki becsapódott, ott van egy Michael Jackson, vagy nem tudom milyen szerelés van, Alex. Alex, ő gyúrt bent, jó. Valaki viszont becsapta a kocsma ajtót, én úgy vettem észre. Jajám, bizony. Vannak a kocsmába újoncok.
spam. És itt van még ő. Emily. Elnézek oda hátra a játéktermi részbe is. Hát, ha valaki ott dekkol. Nem. Itt meg senki nincs, jó? Alakul az ismertség. Téged ismerlek, ugye? Sén, nem biztos. Mondjuk kiengedhetnél. Most azért kell bemennem, mert kocsmázni akarsz. Na végre, mind a ketten bementünk. Jó. Menjünk tovább. Orvosi rendelő zárva van. Itt vannak a... Ah, ott ez kicsoda. Jody. Üldözőbe vesszük a másik emberkét is itt. Robint. Jó, oké, ennyi. Aha, jó. Elfogadjuk, mindent elfogadunk. Na, ez kicsoda. Merni. És már ő is ismer. Bemegyünk a boltba, mert itt úgy látszik elég nagy élet van. Ez a boltos csóka, azt ismerjük már. Kicsit átfésüljük a lakását. Ide be tudok menni? Nem, nem nagyon. Jó. Megnézzük, mit árul. Meg mindig csak ezt a táskát, amit nem tudok megvenni. Jó. Hogy állunk egyébként ismerettségbe? Még 10 embert meg kell ismernünk. Jó, még visszajövök majd. Most elmegyek haza, horgászok egy kicsit, hát hogyha fogok 3 olyan halat, amit akarta Willi. Meg egyszer kipróbáljuk a horgászatot is. Milyen az? Energiám még futja egy kicsit, és éjfélig le kell feküdni és aludni. Különben fáradt leszek. Na, horgásszunk akkor. Oké, ez így nem vált be. Na, egy nagy dobás. Ez se vált be. Mi a titka? Ez a titka, jó. És gondolom, ha kapás lesz, akkor klikkelnem kell. Semmi. Na, kapás van. Ja, meg kell próbálnom a vonallal menni. Valószínűleg az a titka. Vagy alatta kell maradjak. Hát nem igen vágom. Vagy középtávon kell maradnom? Sunfish. Milyen halat kell fognom? Három karp. Az vajon egy halfajta lehet? Ja. Ja, biztos az a karp. Az a halfajta, és 3-at kéne fogni, de most jó kérdés, hogy én mikor fogok olyat. Na, még egyet megpróbálok kifogni. Na, újságpapír. Na, ez az utolsó. Gyorsan ráharapott egyébként az újságpapír. Na, szépen sötétedik. Egy szemüveg, egy törött szemüveg. Jó. Hát akkor ennyi. Ezt a halat eladom, mert azt hallottam, hogy a halakat azokat érdemes eladni. Azt is eladjuk. Jó.
Kraftolni nem tudok tényleg. Ládikót kéne kraftolnom. 50 wood kell. Na, holnap akkor azt összehozzuk. Az 50 woodot. De most alszunk egyet. Alszunk egyet, megyünk az ágyba. Így. Második nap. Tavasz. Első év. Na, mit kaptam? 30-at kaptam a halér. 132-t ezért a fura valami növényér. Na, hát ez tök jó. Szuper. Kezdődik a harmadik nap. Esik az eső. Ó, esik az eső. Le jó, az végül is nem kell. Nem kell öntöznöm. Ez is egy hasznos dolog. És fát gyűjtünk első körbe. De itt azért aprítjuk ezeket a növénykéket. Egy kis rendet csinálunk a kertbe. Megpróbálom ezt is megütögetni. De nem számít. Ez mi az ott? Ja, ott lehet majd biztos kutyám. Úgy a köveket is kiszedjük innen. Maradéktalanul. Úgy azt is, meg azt is. Oké, okay, és akkor itt még egy kis faírtást is végzünk. Ez az. Jó, amerre járunk, azért kiírtjuk a növényeket. Itt egy jó nagy gingás van. De itt fogunk majd veteményezni legközelebb, úgyhogy legyen csak rendben. Jó. És akkor ez a fa is az áldozatunk lesz. Ezeket is kiszedjük, jó. Ez a fura kis terményeit a fának, azt is eladom. Nem tudom azért mennyi pénzt kaptam, lehet, hogy semmit. Azt, mint hogyha nem is említette volna. Kiszedjük a tönköket is. Jó, ezt itt lekaszálom. Oké. Okay. Ezt kiszedjük, és még itt ezt a pár követ is kiszedem. Így jó. Így most erre hiszen kutyaólig el lehet jönni itt fönt. Hogy állunk fával? 81 fa. Nagyszerű. Akkor azzal már neki tudok állni a dolgomnak. Itt van egy nagyobb fűcsomó, ezt még itt megritkítom. Van egy csapjam a veteményesemet véletlenül. Oké. Okay. Ebben jó sok van. Mit van ez? Még útban van nekem ez a kő. Így. Oké. Okay. Jó, most egész szép itt a rész, ez a rész. No. Így hoztam elő egy chest. Ja, hát ez gyorsan megvolt. Hát arra gondoltam, hogy ide kéne lerakni. Ez lehet itt kint. Így, szuper. Rakunk bele füvet. Fát. Szenet, követ. Minusz két energia. Hát nem tudom, szerintem ez nem nagyon kell így a közvetlen termeléshez. Inkább megpróbálom eladni. Jó, és most ilyen esőbe jól kapnak a halak szerintem, úgyhogy én nekiállok horgászni egy kicsit. De tegnapon felbuzdulva ez jól sikerült. Csak azt a füle, fura füle, az a fura halat kéne megfognom, amit a Willi akar. És rögtön hármat belőle, de lehet, hogy nem is lehet ebbe a picitóba ilyet fogni. Trash. Mindegy, egy normális halat kéne fogni, amit el tudok adni legalább, és akkor utána körbenézünk még majd. Még bemegyek egy-két embert megismerni a faluba. Hopp, ezt elkavarkodtam. És várok türelemmel csöndben. Esőbe. Esőbe szoktak horgászni emberek, esőbe. Azt szerintem jó. Na. Szemüveg, ebből már kettő volt.
Na, jó lenne fogni valami normálisat itt a part mentén. Jó, hát végül is miért ne? Mennyire jók ezek a szemüvegek egyébként így. Miért nem fogok halat? És ha ide messzire dobom? Jó, messzire dobtam. Hát nem tudom, lehet, hogy lemegyek lejjebb, keresek még ilyen tavat, mert van egy tó lejjebb. Na, még egyet megvárok azért. Ha, egy törött CD-t is találtam. Na jó, akkor itt vágunk egy kis utat. Közben ami hasznos holmi van, azt összeszedegetjük. És jó, akkor hogy össze is tudjam szedni őket, akkor elfutok a... Nyomtam a kapszlokkot, nem nyomtam, jó, ide. És akkor eladom ezeket a hülyességeket, vagy hát ez inkább kukás dolgok, de... Szemüveget is eladjuk. Ez mi? Ez eleve. Jó. Egy fám megvan. Jó. És akkor jut közbe megpróbálok javakat összeszedni. Meg akkor csinálok már egy ilyen ösvényt így lefele magamnak. Hogy hasznos legyen az is. Oké. Okay. Itt egy kis kasza is kell, hogy ilyen kis háromsoros ösvényre gondoltam. Ugye három szélesre legalább. Itt találtam. Wow. Ez valami különleges kő, amit most találtam. Az jó hír, megint. Mehetünk így sréjen is akár, mégis nem kell nyílegyenesnek lennie az utamnak. Jó, ez így jó lesz, azt a fát még összeszedjük. Kezdek egyre fáradtabb lenni mondjuk. Jó, és akkor még itt kaszálgatunk egy kicsit. Mindjárt leérünk teljesen a tóig. Ezt a fát kivágom, még itt ne legyen udba. Fú, mennyi lepke volt ezen, és a lepke farma. Ott ment egy kukac, vagy mi. Oké, okay. Ezt a fát is kivágjuk innen, a maradékot. Arra kíváncsi vagyok, mik ezek. Ez mi ez például itt? Valami kő. Aha, ez túl kemény a... Vagy túl nem jó az én eszközöm. Azt mondta a program, úgyhogy azzal nem erőltetjük. Hú, nagyon elfáradtam. És hol a tó? Ú, arra fele van, tök rossz fele mentem. Jó, akkor most csak egy ilyen kis egyes ösvényt csinálok. Vagy hát a legszükségesebbet. Jó. Na, kipróbáljuk ezt a tavat is. Még arra talán futja az energiámból. Hogy teljesen kész vagyok így délután 5-re. Megnézzük, itt is szemetet fogok-e. Egy dolgot tudok fogni egy igazából. Mindösszesen. Remélem az egy hal lesz. Nem, egy ilyen. Nem lehet eldobni. Ó, nem lehet eldobni, akkor haza kell vinnem ezeket is. Na mindegy, legalább most van egy jó kis ösvényem itt. Na nézzük, miket találtunk. Ezt is kidobjuk. Ezt is kidobjuk. Ezt meg a... Blacksmith a
Kovács műhely talán tudja törni. Aha. Hát elmegyek, lehet, hogy van Kovács műhely itt, vagy valami hasonló. Yeah.